Tankönyvek a mai napig minden iskolában megérkeznek, ez azt jelenti, hogy jóval a tanév megkezdés előtt mindenki számára, minden osztály számára az alaprendelésben megrendelt tankönyvek rendelkezésre állnak. 1 millió diák számára teljesen ingyenes a tankönyv, semmit nem kell érte fizetni, nem úgy, mint 2015, amikor összességében 50-70%-kal nőtt a családok által a tankönyvekért fizetendő díj. Most már 0 forint, és nem is az anyagiak határozzák meg az iskoláknak, az osztályoknak a döntését, hanem teljes mértékben csak a minőség. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy egy pontos és modern tankönyvfejlesztési rendszer alakuljon ki. Már 8,5 millió tankönyvet az új generációs, az állami tankönyvfejlesztésben fejlesztett tankönyvekből rendeltek, és 4 millió tankönyvet rendeltek az iskolák a magánkiadóknak a tankönyveiből. Sokkal szélesebb körű a digitális tananyagokhoz való hozzáférés. A tankönyvek egy részének a hátulján már ott van, az okos portálon, honnan tudja letölteni, megismerni akár a diák, akár a szülő, mind a tankönyvet, mind a tankönyvhez tartozó munkafüzeteket. Fontos az egységesség, hogy most már nincs akkora különbség az iskolákban megrendelt tankönyvek között. Ez akár a továbbtanulás kapcsán, akár az érettségi kapcsán, akár az iskolaváltás kapcsán sok problémát, nehézséget tud kiiktatni. Egységesebb, tehát modernebb és könnyebben hozzáférhető az új tankönyvellátási rendszer a korábbiakhoz képest.